És most jó lesz. Most legyen engem. Most bemutatkozhatsz. Sziasztok! Én Hello Kitty vagyok, és Erdély Krisztánál ülünk éppen Párizsban, ugyanis a Beton TV stábja ideig eljött, hogy a Erdély Krisztával végre egy riportot készíthessem, és úgy gondolom, hogy ez a helyszín az elég inspiratív ahhoz, hogy ez az interjú nagyon beton sikeresen elkészüljön. Úgyhogy ez első kérdésem az lenne, hogy mindig van-e nálad fényképezőgép, Kriszta? Igen, fényképezőgép az szinte mindig van nálam, de ez éppen mekkora, és milyen, és mire jó, és mennyire alapos, és milyen jó minőségű, az meg teljesen változó. Változó azért is, mert sűrűn tönkre mennek a fényképezőgépek, vagy elhagyom, vagy ellopják, vagy egyszerűen csak így elcserélődik, és akkor ezért hát elég változatos fényképezőgéppel dolgozok, de mindig van. Analóg gépekkel fotóztál régen, nem? Tehát azzal kezdte a fotó. Milyen gépek kezdte a fotózás? Mi volt az első fényképezőgéped? Hát nehéz visszaemlékezni, de egyébként ez Zenit volt az első fényképezőgép, amivel többnyire fekete-fehér képeket csináltam. Ezeket azóta már így el is felejtettem, és talán egy album, a negatívokat azokat abszolút elhagytam, tehát azok sehol nincsenek meg, és egyetlen egy album van, ahol ez a sorozat megtalálható, otthon a polcomon, úgyhogy nem tudom, hogy ez meddig fog megmaradni, egyébként pedig el fogja nyelni a világ, úgyhogy igen, az első anyagok azok így fekete-fehér filmre. Ezzel a Zenittel készültek, még Vajdaságban, mert akkor még Szegeden éltem, de hát az első olyan anyag, ami mondjuk ilyen érdekesebb volt, és vagy hát úgy mondom, hogy népszerűbb lett, az már egy digitális, nagyon egyszerű kanongéppel készült, ami hát nem igazán volt alkalmas a valóság pontos tükrözésére, aha, vagy hát rögzítésére, és hát ez végül is nem is volt célom. De ez ilyen analóg gép volt, nem? Vagy nem, már ez nem, az digitális. Aha. És neked azt olvastam, hogy a képi világod, vagy hát maga ez a nagyon sok bátorságot gyűjtöttél abból, hogy igazániból fotóelőhívóban dolgoztál, és akkor nagyon sok képet láttál. Ja, igen. Hát ez egy fontos... Ide hozom közbe fényképe, vagy addig valami legyen magadat. Ja, addig elmondom ennek a telefonnak, hogy mi történt, hogy igen, hogy 3 évig dolgoztam, egy inkább visszadom, ez nagyon furán érzem magam, hogy a telefonhoz beszélek, főleg így, hogy nem is látom a képernyőjét, csak az optikát, hogy... Ez a munka, ez egy valóban egy fotólaborban történt, ami gyártásvezető voltam, ez 3 évig tartott ez a munka, és ez egyik feladatom volt a képek minőségének az ellenőrzése, és hát emiatt ugye rengeteg amatőr képet kellett végignéznem, ami az egész országnak egy reprezentatív vetülete volt, felteszem, hiszen az ország minden részéről jöttek be, akkor még többnyire ugye leadott negatívok, tehát is ilyen elfotózott filmek tasakokban, és akkor ez a több ezer, naponta több ezer tasak vagy megrendelés lett ott a laborban kidolgozva, és hát ezt kellett nekem sok szempontból felügyelnem, úgyhogy kötelező volt végignéznem mindenki karácsonyát, születésnapját. De ezt élvezted, nem? Ez azért nagyon jó. Én nagyon élvezném. Vagy már unalmas egy idő után? Igen, nem. Azt hiszem 3 év alatt nem lett unalmas. Hát persze volt benne monotónia, hiszen egy kvázi büdös laborban ültem egész nap, kaptak a gépek, de nem zavart, mert van ebbe a filmelőhívásba valami romantikus számomra, és akkor így ezt a részét is próbáltam látni. És hát ez mindenképp, tehát ez a szociológiai része, ez nagyon izgalmas volt az a társadalom. Ja, hogy hogyan fotóznak. Mit tart fontosnak. És mit tart fontosnak?
Hát ugye vannak események, amik mindenki, meg hogy hogyan, akkor az alapvető hibák, amiket analóg gépekkel az emberek mindig eltettek, akkor az ilyen különlegesebb hibák, hogy hát elég sokat tanultam a fotóhasználatról, főleg ugye az amatőr fotóhasználatról, illetve hát arról is, hogy milyen típusú képet gondol mondjuk egy amatőr, így artisztikusnak egy kicsit. Tehát, igen, még az érdekes, ahogy csináltunk ugye a Pompidou-kkal, azt mondja, egy nagyon jó vicces interjút, amikor egymásnak adogattuk a gépet, de aztán végül is valahogy letörlődött emiatt, de hát ez egy örök élmény marad. Igen, egy ilyen elő videó. Viszont az akkor érdekes volt, amikor mondtad, hogy ugye, hogy Párizs, kérdeztem, hogy fotogén-e szerinted, és hogy valamit mondtál. Párizsról mondtam. Igen, meg hogy melyik a kedvenc részed, ugye mondtad az afrikai negyedet, igen. Meg ami, hogy... Most már tudom, melyik metró megáll, nem jutott eszembe, és itt van meg. De hogy ott sok afrikai van egyébként, vagy hogy miért, gondolom azért hívják afrikai negyednek, vagy hogy mi tetszik benne neked, színes. Hát ott rengeteg afrikai ember él, és hát ott van egy piac, ami hát úgy teljesen más, mint mondjuk más piacok itt a városban, mondjuk a Place d'Italie, vagy hát így nagyon sok helyen van piac, hanem az olyan tényleg ilyen kifejezetten afrikai termékek, afrikai módon vannak tálalva. Egy mini Afrika. Hát ilyen nagyon, meg hát ezek az afrikai textíliák kaphatók, hogy nagyon más ez a rész. Igen, ezt mi is lehetünk. Forrongásába is, meg tényleg az egész atmoszféra teljesen már, nem teljesen, nyilván van benne egy ilyen párizsi jelleg is, de hogy nagyon érdekes szegmens. Na közben lehet, hogy jönnek. Halló, nem vagyok értem. Sok kérdés, majd akkor az lesz ez a ruházkodás, amiről beszéltünk, hogy fontos neked a divat. Ide hagyjuk a fashion, ide készítettek egy Vogue-ot, hogy így nem tudom. Tényleg az jól sokat ide kellene. A labor után volt másik munkahelyem is, és akkor arról is tudnék beszélni, arról is nagyon sokat tanultam. Tényleg. És igen, hogy az öltözködés, hogy azt kérdezted, most így megfordíthatjuk, azt kérdezted, hogy vajon, amikor így próbálok beépülni valamilyen fotózás alkalmával egy csoportba, vagy valamilyen eseménybe, akkor beöltözök-e, és ha beöltözök, akkor melyik butikba vásárolok? De igazából... Hát ilyen így ritkán van, és hát igen, néha azért így megválogatom a ruhákat, attól függően, hogy hova megyek, de inkább ez ilyen praktikus szempont, hogy mi az, ami kényelmes, mi az, ami illik oda, meg
meg hogy hát, hogy nem ettől lesz az ember odaillő, vagy valamihez illő, hanem van a fotósoknak. Tehát nem öltözöl be pánknak. Nem öltözöl be pánknak, hanem valahogy másképp intézzük, vagy hát én másképp intézem ezt a láthatatlanságot, és hogy inkább ilyen kisugárzás, vagy, uh-huh. vagy egyszerűen csak így az ember megtanul láthatatlan lenni. Kialakul ez így az időfolyamán. Ezzel a módszerrel, szóval én nem kötök semmilyen anyaghoz divatmárkákat, vagy színeket, vagy valamilyen stílus. Közben nekünk le kell zárni a beszélgetést, ugyanis mindjárt indul a repülőgép. Igen, mert a Beton TV csak ilyen nagyon rövid Igen. Úgyhogy köszönjük szépen az interjút, és akkor hát valamit üzensz a Betonnak esetleg, amit úgy gondolsz, hogy fontos lehet a nézőinknek. Nincsenek nézőink. Nyilván a világ béke, ez nagyon fontos továbbra is. És hát